Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túró résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem mint mindig elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-es szintű vezetőházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást. Annak idején, ahogy sokszor elmondtam már, a magyarok a kiájt is tegezték. A PPH előtti foglalkozásom hát gyakorlatilag az első szakmám az géplakatos gépszerelő karbantartó. Ezen kívül nagyon sok minden másba kipróbáltam magam, mint étolajpréseléstől a kútfúrásig. Jelen pillanatban a legfőbb tevékenységemnek a PPH tanulói csapat szervezését tartom. Családi helyzetem, itt áll mellettem elragadó feleségem. És Békés Csabáról érkeztünk. Az én PPH előtti foglalkozásom, tehát amit előtte, igazából végzettségem az több van, teljesen más típusúak, de legutoljára szállodaiparba tevékenykedtem, aztán otthon voltam a családommal, de már nekem is csak a PPH csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig beszoktak következni. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk. A vezetésével 4 területen ért el piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1984 óta él boldog házasságban feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog életük van, és 2 remek fiúgyermeket neveltek föl. És hamarosan nagyapa lesz. Kötelességtudó, felelősségteljes tanító. Ebben is példát mutat számunkra. A 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. A PPH 1994 óta jól működő közösség. Átlagemberként kezdte, az élet vezette a mostani útjára. Jelenleg Magyarország legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni együtt azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretnénk megkérni nemzetközileg elismert mesterkócs Szedlacsik Miklóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Na nézzük először is, volt egy inger szó az elején. Nem mindenkinek inger szó, csak egyeseknek. A jelenlévőknek nem, az itt tanulóknak nem,
Viszont inger szó azoknak, akik hát az anyagi világban élnek. Elsősorban, teljes egészében, inkább úgy mondanám. Ez a szó vajon melyik volt? Nem, spirituális. Na most mit jelent a mi értelmezésünkben a spirituális? Jó? Azt jelenti, hogy szellemi fejlődést eredményező. Tehát ugye a spirituális az a, az a érdeklődő, nyitott a szellemi fejlődésre. Tehát a szellemi dolgokra. Jó? Tehát érdeklődő, nyitott a szellemi dolgokra. Tehát ugye mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a legnagyobb olyan szervezet Magyarországon, amelyik az emberek szellemi fejlődését idézi elő. Tényleges szellemi fejlődését idézi elő. Tehát ugye én azért alapítottam azt az iskolát, amit úgy hívnak, hogy Nyílt Akadémia 2010-ben, hogy ténylegesen az emberek szellemi fejlődését elősegítsem. És miért kell a szellemi fejlődés? Hát ugye össze lehet kötni a szellemi fejlődést a tudatosodással. Tehát az ember vagy tudatos, vagy nem. Ugye azt jelenti, hogy ha nem, akkor éppen az érzelmei irányítják. Ha tudatos, akkor az esze irányítja. Tehát az észt és az érzelmet azt nem szabad összekapcsolni, mert egyszerre a kettő az nem tud működni. Ha valaki azt gondolja, hogy az érzelem és az értelem az egyszerre tud működni, akkor óriási tévedésben van. És óriási félreértelmezése van az élet működésével kapcsolatban. Illetve az ember működésével kapcsolatban. Ugyanis ez a kettő, ez csak külön működik. Méghozzá úgy, hogy ha az ember nem kellően jó hangulatú, tehát mondjuk onnantól, hogy mondjuk kicsit erőszakos, erőltet dolgokat, vagy onnantól, hogy rossz indulatú, mondjuk ilyen nyíltan rossz indulatú, akkor ugye az ember nem képes arra, hogy gondolkodjon, hanem teljesen az érzelmei alapján cselekszik. Na most az emberek, de fogalmuk nincs, hogy mi különbség van a kettő között. Kivétel azok, akik ilyet tanultak a bolygón. Na, ilyet tanultak a pszichológusok, a pszichiáterek, és gyakorlatilag még azokon kívül, hát ilyen, talán azt lehet mondani, hogy 1 millió ember. Talán. Az összes többinek fogalma nincs arról, hogy ez a két dolog, ez teljesen szétválik egymástól. Tehát azt gondolják az emberek, amikor nem kellően jó állapotban vannak, hogy ők gondolkodnak. És gondolkodva cselekednek. Nagy tévedésben élnek. Az érzelmi részünk az úgy működik, hogy elmentett mindent, ami történt velünk az életünkben, mindent, onnantól, hogy megfogantunk, onnantól 50 képet hanggal, szaggal, akkor tapintással, ízleléssel elment, másodpercenként, tehát 50 ilyen képet el tud menteni, és mikor van egy helyzet a jelenben, akkor ez az érzelem azt mondja,
Vagy úgy kell cselekedni, hogy a múltban. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy ebben mi a gondolkodás? A gondolkodás az azt jelenti, hogy az ember mérlegel. Ebben mi volt a mérlegelés? Hogy egyszerűen az érzés azt mondja, hogy ezt tedd. Hol van ott mérlegelés? Imádom, mikor azt mondják emberek, hogy hát ő érzésből cselekszik. Ő megérez dolgokat. És akkor az azt jelenti, hogy fogja, és az érzése azt mondja, hogy ezt tedd, és ő azt teszi. Tehát mondok példát. Mikor otthon, mondjuk éppen vitába vagy a pároddal, és nem tetszik azt, amit mond a párod, akkor az érzésed azt mondja, hogy például szállj szembe az ő elképzelésével. Na most, ez értelmes gondolat? Nehogy már valaki azt mondja, hogy ez egy értelmes gondolat. És az illető, mivel az érzéseire hallgat, szembeszáll a másikkal, és ebből már lehet, hogy nem csak vita lesz, hanem veszekedés is. Oké? Az értelem azt mondta volna, hogy mérlegelj, hogy melyik a jó neked? Hogy szembeszállsz az ő gondolataival, vagy nem szállsz szembe az ő gondolataival, hanem mondjuk hallgatsz. Tehát nem fogadod mondjuk el, de hallgatsz. Tehát szembeszállhatnál a gondolataival, hallgathatnál is, mondhatnál is valamit, akár helyeselve, úgy, hogy nem is értesz vele egyet, de mégis helyeselnél. Ezt jelenteni a mérlegelés. Ha az ember gondolkodik, akkor több variációt végigfuttat a gondolataiban. Az érzelemnél nincsenek variációk. Egy dolog van, amit meg kell tenned. Egy. Nem kettő, nem három, nem akármennyi. Egy. És az mindig az a gondolat, ami úgy működik a bal agyféltekénk, az érzelmi részünk, hogy fogja és egy pillanat alatt keres valami hasonló helyzetet, amit elmentett abból az adatbankból, és egy pillanat alatt azt mondja, hogy így reagálj. A reagálás a soha nem gondolkodás. Oké? És ezáltal van az, hogy emberek között konfliktus van. Csoportok között konfliktus van. Települések között konfliktus van. Országok között konfliktus van. Népek között konfliktus van. Emiatt. Mert nem mérlegelne, hanem érzelem alapján hoznak egy olyan döntést, ami már történt velük. Tehát például mondjuk egy politikus érzelem alapján hoz döntést, mondjuk főleg egy olyan, amelyik színész volt, amely nem is politikus, csak egy színész, hoz egy olyan döntést, hogy vagy hozni kéne egy olyan döntést, hogy mit tegyen, de ő tanulta az iskolába, hogy a konfliktust az országok, vagy a népek általában háborúval oldották meg.
ezáltal ő nem mérlegel, hanem fogja és azt mondja, hogy háborúzzunk. Világos ez? Mert ezt tanulta az iskolába. Vagy nem feltétlenül, hanem ezt látta a világban. A világban, amióta mondjuk ő él, nincs egy olyan nap, hogy valahol nem volt háború. Oké? Most azt, hogy belháború volt, vagy egymás ellen háborúztak országok, ez most ebből a szempontból a részletkérdés. Tehát bármikor az életében bármelyik nap találkozhatott, ha utána járt, háborúval. Világos az? Tehát gyakorlatilag, ha megnézzük, nincs egy olyan nap, sok-sok évtized óta, hogy ne lenne valamilyen háború a Földön. Oké? És mit csinálnak a politikusok? Nem. Pedig a politikusnak az lenne a dolga, hogy értelmesen mérlegeljen. Tehát gondolkodjon. Mit csinálnak? Nem gondolkodnak, hanem egyszerűen hoznak egy érzelmi döntést. És annak alapján cselekednek. És annak alapján mondjuk meghalnak ezrek, tízezrek, vagy százezrek, vagy hosszú távon akár milliók. Mert fogalmuk nincs, hogy hogyan működik az emberi elme. Egy politikus annyira nem ért az emberi elme működéséhez, hogy pszichológusokat kérnek föl tanácsadónak. Oké? Mondhatjuk azt, hogy szinte minden politikusnak, mármint vezető politikusnak a világban van pszichológus tanácsadója. Hitler, csak hogy tisztában legyünk, azért lett olyan, amilyen, mert hosszú-hosszú éveken keresztül egy zsidó pszichológus adott neki tanácsot. Nem tudtátok? Hát ha utána néznél, akkor erre rátalálnál erre az adatra. Oké? És például mikor ezeket az elméleteit megcsinálta, ugye mert van neki egy könyve, amit Mein Kampfnak hívnak, és például mikor azt írta, a börtönbe volt, akkor is rendszeresen bejárt hozzá látogatóba ez a pszichológus, ez a zsidó pszichológus. Oké? Na szóval, lényeg az, hogy a pszichológusok, pszichiáterek, azok tanulták, hogy hogyan működik az emberi elme. Honnantól? Sigmund Freudtól. Tehát az nem tőle tanulták közvetlenül, csak attól az időszaktól. Ugyanis Sigmund Freud volt az első olyan ember a Földön, akitől ez a pszichiátria, pszichológia, az ember működése, gondolkodás, hogyan működik az elménk, elindult. Ő kezdte ezt el itt az új világban tanulmányozni, és minden tőle indult ki. Mikor élt ez az emberke? Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején csinálta a leginkább a munkásságát. És mindentől ered. Tehát ami azt jelenti, hogy például én nem tanultam pszichológiát, de tanultam azt, hogy hogyan működik az emberi elme. Nem pszichológusoktól, nem pszichiáterektől tanultam, máshonnan. És mikor tanultam ezt? A 90-es évek második felében.
és azóta foglalkozok azzal, hogy valóban úgy működik az emberi elme, mint ahogy tanították nekem. És hála Istennek, mivel nekem van csapatom a 90-es évek eleje óta, saját szervezésű csapatom, ezáltal nagyon-nagyon sok emberrel volt lehetőségem foglalkozni már életemben, és kapcsolatba kerülni. Ezáltal ugye a megfigyeléseim alapján pontosan látom, hogy pont úgy működik az emberi elme, mint ahogy tanították, de nyilván csak az alapokat tanították nekem. Azóta, ugye mióta folyamatosan tanulmányozom az emberi elme működését az embereknél, már nem csak az alapokat tudom, hanem annál sokkal, de sokkal többet. Mondhatjuk azt, hogy az emberi elme működéséről ma a bolygón mondjuk biztos, hogy benne vagyok az első 10-be, aki a leginformáltabb, tehát az élő emberek közül. Tehát az azt jelenti, hogy nem ma kezdtem az ilyenfajta munkásságomat, és nagyon élvezem, hogy átlátom az emberi elme működését. És ugye az lenne jó, hogyha minél hamarabb, minél több ember, minél előbb, minél több ember tudná, hogy hogyan is működik a saját elméje. Ugye mind a kettő rész az elme, a jobb is, a bal agyféltekénk is, csak az egyik a tudatos rész, a másik pedig az ösztönös rész, hogy ez hogyan is működik, de nem csak a sajátját kellene ismerni, bárha a sajátját ismeri, akkor ismerheti a többiekét is, mert ez a működés azonos az embereknél. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember ismerné a saját elméjének a működését, ezáltal mások elméjének a működését, és egész más életet élhetne. És gondold végig, ha ismernéd az elméd működését, akkor tudnád azt, hogy hogyan akadályozd meg azt, hogy más ne manipuláljon téged. Oké? Mit jelent a manipuláció? Hogy más az akaratát eléri, hogy te teljesítsd. Ezt jelenti a manipuláció. Oké? Tehát másik ember az ő akaratát eléri, hogy te teljesítsd. Oké? Na most, mondhatod azt, hát ha az a jó az az akarat, miért ne teljesítenéd? De ezt megint úgy kellene működnie, hogy mikor valaki az akaratát azt akarja, hogy te teljesítsd, akkor előtte mérlegelni kellene, hogy teljesítsen vagy ne teljesítsen. Megéri teljesíteni, vagy nem éri meg teljesíteni. Oké? És ugye a mérlegelés azt jelenti, hogy az ember minden szempontot, ami a jelenben fellelhető, vagy akár a közeljövőben fellelhető, azt megkeresi és összehasonlítja. Ez jelenti a mérlegelés. És kiválasztja azok közül a legmegfelelőbbet. És ha az egyén azt választja ki, mivel mérlegel, hogy mi a legmegfelelőbb, akkor az számára, képzeld el, tényleg a legmegfelelőbb lesz. És az embereknél nagyon jól elérték azt, hogy ne mérlegeljenek.
Pedig van egy amerikai, volt egy amerikai tudós, ugye, aki azt mondták anno annak idején, hogy Amerika legokosabb embere, aki tanította ezt a mérlegelést, tudjátok mikor? Még a múlt század elején. Akkor élt ez az illető. A múlt század elején. Akkor már tanította. Hogy hívják ezt a ezt az embert? Emlékeztek? Nem emlékeztek? Tanultuk. Így van. Senkinek nem jut eszébe a neve? Az a plusz-minusz, tudod. Majd eszembe jut a neve, úgyis mondom. Ja? No szóval, lényeg az, hogy az embereknek fogalmuk nincs a saját egy olyan fontos részükről, ami meghatározó. Na most akkor megnézzük. Egy kis tanítás, ugye ez is egy tanítás volt. De a módszert úgy se adok. Mit jelent a módszer? Tehát a tanítás és a módszer közt van nagy különbség. A tanítás azt jelenti, hogy átadsz információkat. Hogy mit tudom én, mondjuk van egy elméd, annak van egy bal agyféltekéje, meg egy jobb agyféltekéje, ezzel gondolkodunk, ezzel pedig ösztönösen, ez a raktár, ez a nagy raktár, ösztönösen cselekszünk. Ez egy információ, ez egy tudás. De az, hogy hogyan használd ezeket, azt úgy hívják, hogy módszer. Na, azt a képzésekben, jó? Tehát, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy képes legyél uralkodni az érzéseiden, érzelmeiden, azt itt nem fogom tanítani. De azt elmondom, hogy megint csak, hogy az ember az három részből áll. Három részed van. Van egy tested, van egy elméd, oké? Tehát ahol te gondolkodsz, ahol az érzelmeid vannak, két külön fél, és van egy lelked. Ebből áll az ember. Miért nem tanították ezt az általános iskolába, biológiába? Ez egy alaptudás. Ez olyan fontos tudás, mint hogy tudjad mennyi 5 meg 5. Érted? Vagy tudjál olvasni, vagy tudjál írni. Ez olyan fontos. Tehát mi nem a testünkből állunk. Mi három részből állunk. Drága hölgyeim és uraim. Három részből. Nem egyet kell csak ismerni a testünk működését, bár a legtöbb ember még a saját testének a működését sem ismeri. Hanem ismerni kellene a másik kettő részt is. Az imént beszéltem az elmei részünkről. Az ugyanolyan fontos ismeret, mint a testünk működése. Tehát a legtöbb ember akkor kezd foglalkozni a testének a működésével, illetve annak az ismeretével, amikor megbetegszik. Bár sokan, akik megbetegednek, még oda se jutnak el, hogy amiatt, hogy egészségesek legyenek, egészségessé váljanak, elkezdjenek foglalkozni a testük működésével. Én egy csomó olyan embert ismerek, ismertem, többek meghaltak belőle már, akik komoly betegségben szenvedtek, és ennyit nem foglalkoztak azzal, hogy foglalkozzanak a testükkel,
mármint a testük, elkezdjék tanulmányozni a testüket, megtanulni a test működését. Ennyit se csináltak. Tehát ezért mondom, hogy sokan azt csinálják, hogy akkor foglalkoznak a testük működésével, amikor megbetegszenek, de mondhatjuk azt, hogy itt a nyugati világban a legtöbben még akkor sem foglalkoznak vele. Fogják és teljesen rábízzák magukat az orvostudományra. Tehát most mondok példát, jó? Na most. Nagyon közeli hasonlat. A doktora az orvos is, de a jogász is az doktor. Mind a kettő doktor. Oké? Na most. A következő van. Mondjuk, jogi ügyed van, és rábízod magad egy jogászra. Lehet az ügyvéd, vagy bármi más. És nem ásod bele magad abba az ügybe, amiben benne vagy, és teljesen rábízod magad a jogászra, tehát ez is egy tudás, amit most mondom, akkor vesztes vagy. Miért? Azért, mert gondolkodj logikusan. Az, hogy te egy jogi ügyben nyertes legyél, az kinek az érdeke elsősorban? Saját. Érted? Nem a jogász, nem az ügyvéd érdeke elsősorban, hanem a tied, kapjál már a fejedhez. Világos ez? Ezért ugye én megtapasztaltam azt itt a sok év alatt, hogyha bármilyen jogi ügybe nem folyik bele egy ember, amit ő érinti, tehát ami ellene van, akkor vesztes pozícióból indul. Hiába fizet meg jogászt. Ugyanez az egészségügy, drága barátaim. Ugyanez. Ha te beteg vagy, kinek a legnagyobb érdeke, hogy meggyógyulj? Az orvosnak. Hát ha te azt gondolod, hogy az orvosnak, akkor te hülye vagy. Erre azt tudom mondani. Ugyanaz, mint a jogi ügy. Érted? Neked a legnagyobb érdeked, hogy meggyógyulj. Nem az orvosnak. Hát hogy lenne az orvosnak, mikor az orvos azért kap pénzt, hogyha te visszajársz? Hát a magánegészségügy teljesen arra épül, hogy te minél többet legyél beteg. Az állami egészségügy pedig úgy vannak fizetve az orvosok, ahány beteget gyógyít, meg ahányszor gyógyít. Nem arra van fizetve, hogy nem járnak, mert egészségesek a betegek. Az nem is betegnek hívnak akkor. Tehát az orvosnak az az érdeke, hogy te minél többször legyél beteg. A jogásznak az az érdeke, hogy te minél többet fizessél neki. Világos ez? De ha szépen megyünk, nem tudom, figyelitek-e, megyünk a magánegészségügyi rendszer felé. Tehát ha valaki bármilyen beteg, és kivétel akkor, hogyha életmentő. Ha nem életmentő, tehát még nem halálos, tehát az életét veszélyeztető betegsége van, akkor azt mondják, hogy hát jöjjön vissza, időpont, egyeztetés megtörtént, 3-4 hónap múlva, ekkor meg ekkor. Érted? Bemész a magánegészségügybe, és azt mondják, hogy hónap jön. Érted? Tehát egyre jobban rákényszerítik az embereket, ez nem csak itt nálunk van, így máshol is, egyre jobban rákényszerítik az embereket, hogy a magánegészségügyi szolgáltatásokat vegyék igénybe.
Ez azt jelenti, hogy a magánegészségügy pedig akkor jár jól, hogyha te minél többet fizetsz nekik. Tehát minél többször vagy beteg. Tehát nem az az érdekük, hogy te egészséges legyél. Világos ez? Ugyanez a jogi ügy. Tehát mit kell csinálnia valakinek jogi ügye van? Bele kell ásnia magát abba a jogi dologba, amiben benne van. Ha valaki beteg, akkor meg bele kell ásnia magát a betegség működésébe és a szervezetének a működésébe. Nem tudom, világos voltam-e. De a legtöbb embernek fogalma nincs erről, hogy ezt kéne csinálni. Ezt most csak mondtam, mert ez tényleg tudásátadás. És ha csak ezt a dolgot megfogadod, ezt a két dolgot, akkor már egy-két dologban már jobb leszel az életedben. Na de mindegy. Egyébként úgy csinálod a dolgokat, ahogy akarod, nekem aztán tök mindegy, hogy hogy csinálod. Én tudom, hogy hogy kell csinálnom az én életemet. Érted? És ez nekem bőven elég. Oké, mindenki a saját életének a felelőse. Maradjunk ennyibe. Nem más az életed felelőse felnőttként, hanem te saját magad. Tehát, hogyha az emberek mondjuk megbetegednek, és beleásnák magukat a testük működésébe, sőt, beleásnák magukat abba, hogy ugye hogyan működik még egy részünk, ez a részünk a harmadik, a lélek, mert az összes betegség az lelki alapú, minden betegség, de akkor még jobban járna az ember. Ja igen, azt akartam mondani, hogy bele kell ásni a test működésébe, és a betegség működésébe bele kell ásni. Oké? Tehát, hogy maga az a betegség, az mit csinál, hogy működik, hogy jött létre, hogy múlik el, stb. Stb. Oké? Tehát nem csak a test működésébe, a betegségbe is bele kell ásni a magát az embernek. Szóval lényeg az, hogy itt vannak az emberek, és azt, hogy van három részünk, azt tanulni kellett volna már, hát legalább az alsó tagozatban, az általános iskolában. És komolyabb ismeretet viszont el kellett volna sajátítani mondjuk a felső tagozatban ezekkel kapcsolatban. És akkor az emberek most egész másként élnék az életüket. Egész másként. Tehát az ember ismerné ennek a három dolognak a működését, akkor megakadályozhatna dolgokat. Tehát mondok példát, jó? Ha egy embernek nem magyarázzák el az autó működését, csak azt, hogy hogy kell vezetni, és kap egy jogosítványt, és ő csak vezet, vezet, sose szervizel, akkor szerinted meddig fog menni az autója? Érted? Tehát ezáltal az embernek minimum azt az információt is meg kell tanulni egy autóról, hogy mikor kell szervizbe vinni, ha ő nem ért hozzá. És a szerviz majd ért hozzá, hogy átnézze a dolgokat. Nyilván a szerviznek is ugyanaz az érdeke, hogy te minél többet vidd szervizbe. Oké? Logikus, nem? Szóval az ember is ugyanígy működik. Nem elég, hogy csak élünk, és majd ha megbetegszünk, akkor majd teszünk valamit. Tehát a szervizeléssel megakadályozhatod azt, hogy sokkal, de sokkal nagyobb költségeid legyenek. Tehát az autóval kapcsolatban. Ugyanez.
ha ismernéd a lelked, az elméd és a tested működését, akkor megakadályozhatnád az ebből a háromból kialakuló problémát. Mert mind a három létre tud hozni problémát. Az elméd is, a lelked is, és a tested is. Tehát nem elég az, hogy már majd beledög lesz, és akkor fordulsz valami szakemberhez, érted? Mert mondjuk beteg vagy, vagy mit tudom, lelki beteg vagy, vagy lelki és egészségügyi beteg egyszerre, érted? Nem elég. Tehát a megelőzés, a prevenció, a sokkal, de sokkal olcsóbb, és sokkal, de sokkal kellemesebb, mint az autókezelés. Tehát egy autó nincs szervizelve, ott nagyon komoly műszaki problémák tudnak létrejönni, és nagyon komoly pénzösszeg és nagyon komoly idegességet eredményez, és hosszú távú dolgot, mire megcsinálják. A szerviz az általában, mit tudom, lezajlik egy nap alatt, vagy fél nap alatt. Oké? Sokkal kevesebb összeggel, prevenció, megelőzési céllal, de ugyanez lenne az embernek a működése is. Ha az ember ismerné a lelkének, az elméjének és a testének a működését, akkor megelőzhetné a problémákat. Oké? De az embereknek több figyelmük van mondjuk arra, hogy elvigyék szervizbe az autójukat, mint arra, hogy foglalkozzanak azzal, hogy hogyan működik a teste, hogyan működik az elméje, hogyan működik a lelke. Tehát ha az ember ismer valamit, van információja, akkor nem jár úgy, hogy például, mit tudom én, egy, mondjuk van egy számítógép, akinek nincs ismerete, az nem tudja azt, hogy abban nem lehet beletölteni vizet. Akinek van ismerete, az tudja, hogy abban nem lehet beletölteni vizet. És akkor azt mondja, hogy akinek nincs ismerete, hogy hű, de koszos, akkor megmosom, alárakom a csap alá. Mert hát az edényeket is megmossa, amikor koszos, tudod. Alárakja a csap alá. És akkor komoly problémát tud okozni annak az eszköznek. Akár olyat, hogy mehet a kukába. Ezt jelenti az ismeret. Hogy az ember nem tesz meg az ismerete miatt olyan dolgokat, amit megtesz akkor, hogyha nem ismeri annak a működését. Na most mivel nem tanították az óvodába ezeket, nem tanították az iskolákban, nem tanították a középiskolákban, nem tanították a felső iskolákban, nem kéne valahol ezeket tanulni? Rajtunk kívül egyetlen egy szervezetet ismerek, amely részletesen tanítja az elme működését. A lélek működését már nem, mert én ott nem tanultam a lélek működéséről. Csak az elme működéséről. De bazi drágán. Érted? Tehát bazi drágán tanították. Tehát én a képzéseimre, amikor engem képeztek, én nem pár ezer forintokat fizettem, hanem minden egyes képzésért több tízezer forintot. Érted? Tehát összességében milliókat fizettem ki
a képzéseimre. Hála Istennek megtehettem. Na most, van azokon kívül egy hely. Ja, és még elmész oda tanulni, és ott beszippantanak. Mit jelenti? Mit jelent az? Hogy addig-addig nyüstölnek, míg totál kötelezd el magad oda, hagyjál abban mindent, érted? Akár hagyd ott a családod, adj el minden vagyonadat, és oda költöz be. Nem vicc? Ez komoly. Oké? Jó? Egyébként csak úgy mondanám, hogyha valaki elmegy buddhistának, ugyanez a helyzet. Ugyanez. Fogod, el kell menned Tibetbe, vagy akárhova, érted? Évekre. Érted? Feladsz itt mindent, ami van, családodat nem viheted. Ugyanaz. Tehát nem csak világi szervezet, egy világi szervezetnél van ilyen, hanem vallásokban is van ilyen. Szóval, nálunk egy kicsit más a helyzet. Nincs semmilyen kötöttségünk, tehát ami azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy valamilyen külső befolyás, nincs olyan, hogy politikai vagy vallási szervezethez tartoznánk, vagy akár támogatnának minket. Soha egy forint támogatást nem vettem föl, nem kaptam. Jó, és hitelt sem akarok soha felvenni. Oké, még hitelt sem. Nem, hogy támogatást. Tehát az azt jelenti, hogy egy teljesen független szervezet, ahol mindenki független személyként tud tanulni. Miért kellene tanulnia? Nézzük. Hogy fejlődhessenek az emberek. Mert ha az emberek fejlődnének, na akkor nézzük ezt a fejlődés kérdést, jó? Ha az emberek visszafejlődnek, akkor a társadalom visszafejlődésben van. Mit jelent a társadalmi visszafejlődés? Tehát a társadalmi visszafejlődést, ha érdekel a történelem, a Római Birodalomba figyelmeted meg a legjobban. Miért? Mert nyilvánosan azt tanultuk leginkább. Tehát ott a Római Birodalomban volt egy szigor, majd jött a demokratizálódás, majd a liberalizálódás, ami azt jelenti, hogy a szigorból egyre inkább engedtek, és egyre többet engedtek, és ez ott kezdődött az engedés, hogy erkölcsi lazítás történt. Itt kezdődött. Tehát elkezdték lazítani az erkölcsöket. Oké? És utána tovább lazítottak mindent, majd az egész birodalom így, ahogy volt, szétesett. Érted? Ezt a folyamatot látni. Tehát szépségkirálynő választás van, érted, a világban, választják az országok, mondom királynő,
nem szépségkirály választás, hanem szépségkirálynő. Benne van az elnevezésben, hogy a királynő az egy nő. Oké? Okay. Ha elveszünk a nőt, akkor már szépségkirály van, nem? Tehát király nő. Ami azt jelenti, hogy ő nő. Ki a nő? Hát annak született, nem? Hát vagy puncia van, vagy kukia, nem? Ha kuki, akkor férfi, ha punci, akkor nő. Nem? Ilyen egyszerű. Tehát, ha ezt megnézzük, már mostanában ez már nem ilyen egyértelmű. Már lehet úgy is valaki szépségkirály nő, hogy kukija van, érted? Hollandiában ilyet választottak. Oké. Okay. Az lett a szépség királynő, egy férfi. Annak idején mondták, hogy meg a menet, ha menet. Na szóval. Igen, ezt mondták annak idején, hogy álljon meg a menet. A töke van a mennyasszonynak, így mondták. Így van. Szóval. Hát ez azt jelenti, hogy az egész az valami furcsa fordulatot vet itt az elmúlt évtizedekben, megnézed. Tehát, és ez magával hozza az erkölcs lazulása, a butulást, az elbutulást. Tehát van egy általános elbutulás a világban. Erre azt is szokták mondani, hogy van egy tudatszint, akkor volt sok okos ember, mikor kevesen voltak az emberek. Mivel a tudatszint állandó, és az emberiség óriási mértékben nőtt, ezért a mostani emberek sokkal butábbak, mint a régiek, mert a tudatszint az állandó a bolygón. Ezt nem én találtam ki, ezt én is olvastam. Oké? Okay? Én ebben nem értek egyet egyébként. De mondom, van ilyen elmélet. Szóval a lényeg az, hogy van egy általános elbutulás, és az elbutulásnak vannak következményei. És ha megnézed, hosszú távú következmény, mi volt a Római Birodalomban? Összeomlott. Oké? Okay. Elbukott. Efelé haladunk. Efelé. De itt ugye durvább a helyzet, sokkal ezzel kapcsolatban, de hát maradjunk ennél a kérdésnél, jó? Akkor nézzük a következő gondolatot. Tehát azért tanítjuk az embereket, hogy fejlődjenek, ne elbutuljanak, hanem tudatosodjanak. Egyre okosabbak és okosabbak legyenek. Tehát mit jelent az okosság? Azt jelenti, hogy képes mérlegelni, képes arra, hogy a legjobb döntést hozza adott helyzetben, a leghelyesebb módon cselekedjen, ez jelenti az okosság. Oké? Okay? Tehát magyarul a tudásának megfelelően cselekedjen. Ha a tudás nő, akkor a cselekvés is javul. Nem tudom, világos-e. De az emberek valahogy, mint ezt nem vennék figyelembe ezt a gondolatot, hogy a tudásának megfelelő cselekvés. Fújt nagyon a légkondi vagy? Hát fejön kell hajtani. Igen, ezt ugye Marian már mondta például a szemináriumi résztvevőknek is, hogy aki nem bírja a légkondit, az miért ül a légkondi alá?
Micsoda? Nem, nőmérve, gyerek szépség. Jaj. Szóval, nézzük akkor, hogy azért tanítjuk az embereket, mert ugye te kitalálod azt, hogy azért tanítom az embereket, mert nem akarok más munkát végezni, mert azt gondolod, hogy mások hülyítése árán próbálok pénzt keresni. Hát ha ezt gondolod, akkor te nagyon hülye vagy. Szóval a lényeg az, hogy én tapasztalom a tudás értékét az embereknél. Te, aki úgy gondolod, hogy én az embereket hülyítem, te nem tapasztalod azt, hogy az emberek fejlődhetnek. Oké? Nagyon egyszerű. Én tapasztalom sok-sok éve, hogy az emberek a tudás hatására fejlődhetnek. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenki fog fejlődni, de azt látom, hogy aki akar, az fejlődik. Mondom, aki akar. Aki nem akar, az nem fejlődik. Szóval lényeg az, hogy ugye azt gondolod, hogy azért, hogy ebből éljek. Nem. Én megéltem másból is. És lehet, hogy jobban, mint te. Oké? Sőt, anyagi természetű dolgokból is megéltünk. Megéltem. Érted? Tehát én akkor is megéltem, amikor mondjuk napi 10 órában álltam egy helyben, amit utálok, látjátok, mozgok, és ott nem mozoghattam, max úgy ülhettem le, hogy ilyen magas székre, kicsit így rábillenteni a fenekemet, mert ugye és nem lehetett betenni a térdemet, ahova ülni kellett, és egy szabászgépnél, úgy hívják, hogy stanzgép, szabászgépnél dolgoztam napi 10 órában, még annak idején a 80-as években. Nem szerettem, de megéltem, sőt, átlag felett éltünk meg ebből, mivel teljesítményben dolgoztunk, illetve dolgoztam. És már, mondom, átlag feletti módon meg tudtunk belőle élni. Tehát én elég sok fizikai munkát is végeztem életemben, amiből meg tudtam élni. Többek közt autószerelőként is dolgoztam. Szervizben is dolgoztam, nem is egy szervizben, autószerelőként. Szóval meg tudtam élni fizikai munkából, utána pedig olyan tevékenységből, ami szintén a fizikai világhoz tartozik, pénzügyi területből is meg tudtam élni. Oké? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy én azt azért csinálom, hogy megéljek, akkor óriási tévedésben van. Én azért csinálom, mert nekem ez a küldetésem. Én ezért születtem le a bolygóra, hogy azt, amit tudok, azt átadjam másoknak. És akik itt tanulnak, azok tudják, hogy amit tudok, azt tényleg át is adom. Tehát miért kell átadnom? Azért, csak ha egy dolgot nézünk, tehát nem nézzük azt, hogy ez a hetedik emberiség és minden előző emberiség eltűnt a földszínéről, mert nem jól végezte a dolgát. Ha most valaki azt gondolja, hogy ez az emberiség jól végzi a dolgát, akkor óriási tévedésben van. Tehát minden emberiség akkor tűnt el, mikor magas fejlettség, műszaki fejlettségre ért el, és elkezdett Istent játszani. De erről nem érdemes beszélni, mert mondjuk legyen, ezt vegyük ki, tehát nincs. De ha megnézed a jelenlegi világunkat, egy olyan világot, ahol van
egy hatalmi elit a világban, amelynek a nagy része pszichopata. És ez a hatalmi elit nem azok a személyek, akiket te a kormányfőként látod. Mert azok szolgák. A kormányok élén lévő emberek azok egyszerű szolgák. A hatalmi, a pszichopata hatalmi elit szolgái. Ez a pszichopata elit, ez mindössze 13 család. Itt a bolygón. És ez a hatalmi elit, tudjuk jól, hogy azt gondolja, hogy minek ide 8 milliárd ember. Minek? Elég lenne pár száz millió. Vagy ez a hatalmi elit azt gondolja, hogy kell egy világkormány, egy központi irányítás, egy olyan központi irányítás, ami azt jelenti, hogy lefütyüli, és most szépen beszéltem, lefütyüli azt, hogy mi van a régiókban, érted? Tehát a központi irányításnak mindig az volt a baja a történelemben, hogy azzal foglalkozott leginkább, ami körülötte volt, és minél távolabb esett valaki, annál inkább nem foglalkozott azzal. Tehát úgy értve azt, hogy hát, hogy sokkal jobban működött a regionális irányítás mindig, mint a központi irányítás. Tehát most gondold végig, jobban tudja egy faluban egy polgár, hogy mi jó a falunak, mint mondjuk a miniszterelnök. Nem? Vagy jobban tudja egy városban élő, hogy mi jó a városnak, mint mondjuk a miniszterelnök. Nem? Ez egyértelmű. És ugye minél nagyobb egy ország, annál inkább nincs rálátása. Mert mit tudom én, mondjuk elmész mondjuk San Marinóba, mini állam, ott rálát a miniszterelnök is a saját országára, mert lakik egy pár ezer ember az egész országban. Érted? Tehát az gyakorlatilag egy városállam. És nem is nagy városállam. Na most, de nyilvánvaló, hogy a Putyin az nem lát rá, mit tudom én, a tőle 2000 kilométerre lévő falucskának az életére. Világos ez? Tehát minél központibb az irányítás, minél jobban centralizált, hát annál rosszabb az embereknek. Az azt jelenti, hogy saját hatalmuk nincs, minden központilag van irányítva, akkor is, ha jó az nekik, akkor is, ha az nem jó nekik. Világos ez? Tehát ők ezt akarják elérni. Ráadásul úgy, hogy lehetőleg előbb-utóbb már a gondolatodat is ismerjék. Ne csak azt, hogy hol jársz, hanem mit gondolsz. Tehát ilyen kísérletek folynak, ilyen csippekkel kapcsolatban, hogy küldje az adatokat azzal kapcsolatban, hogy te mit gondolsz. Ilyen filmek is voltak már egyébként. De ez tényleg folynak ilyen kísérletek, hogy tisztában legyetek ezzel. És akkor ugye elhitetik az emberekkel, hogy nincsenek biztonságban,
az emberek mit csinálnak? Beoltatják magukat, vagy becsippeltetik magukat, most tök mindegy, és akkor bekerül olyan valami a testébe, ami még a gondolatot is továbbítja a központba. Ha netántán olyan gondolatot támadna, ami számukra nem szimpatikus, akkor azon a csippen keresztül kiiktathassanak. Tehát e felé megy ez a 13 család. Pszichopatán. Oké? Okay. Tehát hogyha az emberek nem tudatosodnak, akkor ezek a dolgok, ha nem lesz hetedik emberiség törlés, vagy nem lenne, mert lesz, csak nem lenne, érted? Akkor is hova fajul ez az egész? Tehát ha nem törölték volna a fentiek azt a hat emberiséget, hanem még mindig az első emberiség lenne, akkor az már rég nem lenne ez a bolygó. Nem tudom, elég világos voltam már. Már réges-rég nem lenne ez a bolygó. Már százezred évekkel ezelőtt már megszűnt volna ez a bolygó úgy, ahogy van. Tehát volt az előző emberiségnél egy akkora háború, ahol a fentieknek kellett beavatkozni, hogy ne szűnjön meg az élet a Földön, vagy ne szűnjön meg maga a bolygó. Érted? Tehát ne tűnjön el, ne legyen mondjuk egy kis bolygó övezet a Földből. A fentiek avatkoztak be. És ez mind annak köszönhető, hogy nem tudatosodnak az emberi lények. Ha egy emberi lény tudatosodik, akkor tanul például az etikáról, alkalmazza az etikát, és elkezd etikusan élni. És nem tesz olyan dolgokat, amit előtte tett. Tehát nem kell tudatosodni. Hol tudsz tudatosodni? Hol? Rajtunk kívül annyiért, amit itt tanulsz, elmentem vásárolni. Szoktam. Ugye azóta, mióta anyut kellett ellátni, onnantól elkezdtem járni vásárolni, és azóta is időnként megyek vásárolni. Most egy pár hétig nem voltam vásárolni. Két szatyornyi, tehát ugye mit élelmiszervásárlás volt, két szatyornyi, nem túl nagy szatyornyi cuccot vásároltam, 30 ezer forint. Na most ehhez képest 30 ezer forint az nekünk majdnem három havi képzésünk. Oké. Tehát gyakorlatilag azt, amit vásároltam, azt mondjuk pár nap alatt megesszük. Érted? Hárman. Na most akkor mondjuk havi 12.500 forint. Menjél már vásárolni havi, mondjuk 12.500 forintért mennyi cuccot veszel? Egy kis szatyor. Egy kis szatyor. Tehát nem ilyen hatalmas bevásárló szatyor, egy ilyen közepes bevásárló szatyor. Azért csak ennyi, mert nem ennyi az értéke, mert 200 ezer forint a havi értéke. Hanem azért, hogy megfizethető legyen mindenki számára. Jó, ettől az első havi eltér, az 19.600 forint. De ha neked nem ér a tudásod ilyen potom összeget, mert ez potom összeg, akkor tudod mit? Pusztulj meg, ennyi. Ennyi. Mert megfogsz a tudatlanságod következtébe. Ez van. Méghozzá nem soká. Tehát a tudatlan emberek sajnos meg fognak pusztulni. Miért? Nagyon egyszerű. Megmondom. Miért? Mert a tudatlan embereknek anyagi céljaik vannak. És most hallottam erről éppen tegnap,
hogy a németek önmagukhoz képest sokkal rosszabbul élnek. Tehát nem hozzánk képest, nem az afrikai éhezőkhöz képest élnek rosszul, hanem az saját életszínvonalukhoz, amit elértek, ahhoz képest sokkal rosszabbul élnek. És emiatt háborognak a németek. Oké? Tehát körülbelül 650 euróval nőtt meg a havi kiadásuk. Ami azt jelenti, hogy ezzel az alsó középosztályt szegényítették. Tehát az alsó középosztály. Most jön, ezt szépen elmondták, most jön a középosztály tönkretétele. Hát ezt nem hallottad, én már vagy 20 éve hallom azt, hogy a jövőben, ami most jött el, nem kell olyan, hogy középosztály. Középosztályt meg fogják szüntetni. Oké? Tehát az nem középosztály, hogy egyesek mondjuk az a középosztály szintjén fognak élni, mondom egyesek. Mert a középosztály az azt jelenti, hogy hatalmas réteg. Tehát hatalmas rétegnek megszűnik. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy a középosztály egy az egybe anyagi célokat teljesít. Tehát anyagiakért él. Anyagi céljaik vannak. Nem fogják tudni teljesíteni. Az embernek meg, ha nem tudja, nincs, nem tud célokat megvalósítani, meghal. Így működik az ember. Ha nincsenek egy embernek céljai, meghal. Most tök mindegy, hiába van célja, ha nem tudja teljesíteni, ugyanúgy belehal. Tehát kilátástalan célokat az emberek nem fognak kitűzni maguknak. Oké? És mit csinálnak akkor? Nincs cél, meg fognak halni. Tehát ezt jelenti a megpusztulás. És ha te nem fejleszted magad, maradsz az anyagi céloknál, elpusztulsz. Ennyi. Nem foglak sajnálni. Egy picit se. Tényleg. Mert én szóltam előre. Oké? És ugye elhangzott, hogy amit én előre megmondtam, hogy mi lesz, az eddig mindig bekövetkezett. És ez is be fog következni. Pár éven belül középosztály nyista. Oké? Nekem mindenre van megoldásom. Én tudom, mi a megoldás. Tehát eleve ott kezdődik, hogy itt tudatosodhatsz, ugye az egy szellemi fejlődés. Megtanulsz mindent a tested működéséről, a lelked működéséről, az elméd működéséről. Gyakorolhatod is ezt a tudást. És még pénzt is kereshetsz. Mondjuk legyen egy cél, mondjuk 7 számjegyű jövedelem. Ha nem 7 számjegyű jövedelem a cél, felejtsd el. Oké? Ha felejtsd el. Tehát az a minimum, hogyha itt vagy és amit tanulsz, szívesen ajánlod, 7 számjegyű jövedelmet érj el. Jó? Ha romlik a pénz, akkor nem egyesre kezdődött. Oké? Tehát az ajánlásokkal ezt meg lehet csinálni. A múltkor véletlenül láttatok ilyet. Tényleg nem szándékosan megláttátok. Jó? Szóval, itt van egy lehetőség. Évele, vagy gondolkozz el azon, hogy mész a temetőbe, nem látogatóként, hanem bentlakóként. Jó? Köszönöm szépen a figyelmetet. Szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáknak. Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a felkavaró, de igen mélyen szántó gondolatot, ezt a gondolatmenetet. Ugye volt itt szó színészkedésről, politikáról, meg mindenről, jogról, egészségről. Hát a PPH előtt
És azért mondom, hogy életem legjobb döntése volt az, hogy itt kezdtem el tanulni, mert itt tudtam rendbe rakni a dolgokat. Tehát a PPH előtt én ezeket végigjártam. Színészkedtem, tehát hajtottam a nőket, erre most nem térek ki. Volt jogi, főleg hát ő tudja, meg hát megélt már velem pár csodát. Hála Istennek, köszönhető neked. Tehát végigjártam, meg ugye a hűítés, hogy hűíted az embereket. Tehát el kell mondjam azt, hogy a PPH előtt, sokan tudják, már én hajléktalan voltam. De engem Szedlacsik Miklós úgy meghűített, hogy manapság vállalkozó vagyok. Tehát egy KFT tulajdonosai vagyunk a kedvesemmel, és a Szedlacsik Miklós hűítésének köszönhetem. Tehát hosszú évek alatt, 7 éve tanulok itt, párom ugye 8, én ezt úgy kezdtem el, úgy találkoztam a PPA-val, hogy hát ugye a párkapcsolati problémáim, sorba zsinórba, kaptam a pofonokat, hajléktalan lettem, lett egy gerincműtétem, összejöttem Böbével, már csak ő hiányzott, de ő volt az a nő, aki miatt úgy gondoltam, hogy nekem változtatni kell az életemen. Tehát ő volt az a nő, meg jelen pillanatban is ő az, akivel az életemet szándékozom leélni. És ehhez nem volt tudásom, mert minden párkapcsolatomat tönkretettem, tehát tettem érte rendesen. És ugye ezt tudni kell, hogy engem édesanyám egyedül nevelt, tehát nem volt apaképem. Szedlacsik Miklós személyében viszont találtam egyet. Egy követhetőt, akkor ő, ha jól tudom, 32 vagy 33 éve volt házas, boldog párkapcsolatban élt, 2 fiú gyermeke van, jelen pillanatban már ez 39 éve házas, és már lassan nagyapa. Tehát ebből a szemszögből számomra egy apakép, egy példakép, egy követhető, és az akarok lenni, aki ő most. Tehát azon az úton haladok. És nagyon sok mindent szeretnék még elmondani, de próbálom rövidre fogni. Tehát volt egy előadás, amikor őtől hallottam meg egyetlen egy olyan mondatot, ahol ki is fejtette azt, hogy gyenge férfi. Hát mit beszél itt össze-vissza, hát súlyokat emelek, meg dolgozok. De nem fizikaira gondolt, hanem hát hogy hajtja a nőket, próbál bizonyítani. Akkor jött el az a pillanat, hogy beálltam a sorba, nem volt rendezett se az etikám, se a tisztességem, és erkölcsileg is igen morálisan ingoványos talanyú jártam. A képzései által sokkal jobban tudok bánni az emberekkel, elsősorban magammal, a párommal, és büszkén mondhatom, hogy már a gyerekemmel is, hisz már ő is csatlakozott hozzánk, itt tanul. Ja, ezt tőled lestem el, hogy kell pityorogni. Ebben te vagy a mintaképpen, most éppen Tusekhoz beszélek. Tehát, mondasz pár szót? Igen. Ezt is így csinálod. Igen. Ez tényleg így volt, ugye erről már beszéltünk többször, hogy nehezen indult a párkapcsolatunk, és tényleg az itt tanultak által, a módszerek által sikerült helyrehoznunk, de nem is ismételni szeretném most magamat, hanem elgondolkodni, illetve az anyagi helyzetünk is eléggé a békafeneke alatt volt. Azon gondolkoztam mostanában, hogy figyelem az embereket. Én úgy látom, mondjátok, ha nem így van, de én úgy látom, hogy az emberek 95%-ának a párkapcsolat és az anyagi dolgok terén van problémája. Tehát jobbik esetben kisebb, de inkább azt látom, hogy nagyobb, súlyosabb problémák vannak. És ugye elgondolkoztam ezen, hogy tényleg nálunk is ugye nem volt jó a párkapcsolat, szüleimmel sem volt igazán jó a kapcsolat, az emberi kapcsolatok, a barátságaim. Tényleg, és ugye elgondolkodtam, hogy ez a két terület az, elsősorban az emberi kapcsolatok. Mert az a legfontosabb, hogy milyenek az emberi kapcsolataink, mert ha nem jó, akkor nem lesz jobba se a pároddal, se a szüleiddel, se a gyerekeddel, de egyébként azért, mert önmagaddal sem vagy jóban, nem tudsz bánni az emberekkel,
Sőt, ha belegondoltok, mindenhol emberekkel találkozunk. Elmész egy ügyet intézni, ki intézi azt neked? Egy ember. Bárhol. Bemész a boltba vásárolni, kinél fogsz fizetni? Jó, most már vannak ugye műkasszák is, de még mindig ott vannak az emberek. Nem találsz valamit, segítséget kérsz? Emberhez fordulsz. Nem lenne fontos megtanulnunk emberi kapcsolat, jó emberi kapcsolatokat építeni? Mert az egész életünk azon múlik. Egyszer a mesterünk mondott egy olyan mondatot, a szívemig hatolt, azóta is bennem lobog ez a gondolat, hogy az élet értelme a jó emberi kapcsolatok. Tehát, hogy én tudom, sokan vannak, akik mindenféle nagyon jó dolgokat tanultak, mindenféle spirituális képzéseken vettek részt. Rendben, ez nagyszerű, hogy ilyeneket tanultál. És milyenek az emberi kapcsolataid? Hány ember van körülötted? Párod van? Milyen a kapcsolatotok? Gyereked? Milyen? Mert engem is, ugye én még mielőtt elkezdtem itt tanulni, előtte már bő 10 évvel engem érdekeltek az ilyen dolgok. Igazából gyerekkorom óta érdekelt az, hogy szerintem ez a világ nagyon nem jó, ahogy van. Nem értettem, hogy mit keresek itt, de aztán, ahogy egyre jobban felnőttem, 3-szor volt olyan dolog az életemben, hogy meg kellett volna halnom, de valamiért mégis életben maradtam, és azok a helyzetek elgondolkoztattak azon, hogy nekem valami dolgom van itt, mert még nem kell. Mi lenne velem nélküled? Például. és úgy bennem voltak ezek a dolgok, és hogy kerestem a válaszokat az életre, az emberekre, a működésre, hogy lehetne jobb. És eltértem egy kicsit ettől az úttól. Olyan pofont kaptam, pedig először tényleg csak finoman szóltak, nem értettem. Nem, majd én tudom, majd megyek tovább. Jó ez? Jó. Persze, nagyon jó volt. Addig nem értettem meg, amíg kiverték alulom a lábamat. És hála Istennek, mert hálás vagyok ezért, mert így jutottam el a PPH-ba. A legjobb dolog, ami történt velem, hogy ezek által jutottam el. De ott is ugye mi volt? Az emberi kapcsolati problémák volt a kiinduló pont, sőt, a nagymértékű anyagi problémák is. És hogy hiába hívtak ugye képzésekre, mindenféle spirituális képzésekre, és úgy ránéztem az emberekre, akik hívtak engem, hát több problémája volt, mint nekem. Tehát, hogy nem akarom bántani, csak ha annyira jó az a képzés, akkor ez a két alapvető terület miért nem működik az életedbe? Miért? És igen, pont ez is eszembe jutott, ahogy jöttünk idefele Pestre az előadásra, hogy megint ismétlem, nem akarok megbántani senkit, de nem tetszik neked a Szedlacsik Miklós előadása. Valójában tudod, hogy mit kritizálsz rajta? Azt, hogy ő az az ember, aki kimeri mondani, hogy mit ért el az életébe. Mert kimeri mondani, mert fölvállalja. Nem kis dolgokat ért el. Egyáltalán nem kis dolgokat. A mai napig nem találkoztam olyan emberrel, aki ilyen szintű dolgokat tudott volna létrehozni, mint ő. És az a baj, hogy amikor leülsz, megnézed ezt a videót, a Szedlacsik Miklós videóját, ott ülsz, és úgy nézed a videót, hogy közben keresed a hibát benne. Keresed a kapaszkodót. Igen, de szó szerint a hibát benne, hogy mit nem csinál jól a Szedlacsik Miklós. Miért ért el több eredményt akkor? Hát igen, pontosan ezek az emberi kapcsolatok úgy működnek, hogy amikor alulom is kicsúszott a talaj, senkire nem számíthattam. Itt a PPH-nál viszont a problémában mindig megkapom a segítséget és megkapom a támaszt. Akkoriban csak azért nem mentem el pszichológushoz, mert nem akartam tönkretenni az életét. Itt jelen pillanatban a Szedlacsik Miklós mesteren kívül
Szerintem nem véletlen az, hogy azt mondom, hogy nemzetközileg elismert, Perutól Új-Zélandig, és hadd ne soroljam, hány országban működik csapat, hány országban tanulnak tőle. De kimondhatja el azt magáról, hogy 4 piacvezető pozíciót ért el, és jelen pillanatban, amit csinál, amit csinálunk, ez is piacvezető, világszinten. Igen, és tudod, hogy miben más még a Szedlacsik Miklós? Az, hogy ő nem kritizálja az embereket, hanem hisz az emberekbe. És hogyha, tehát ahhoz, hogy kritizáljunk valakit, ahhoz nem kell 3 számjegyű IQ. Az intelligencia ahhoz kell, hogy higgyünk más emberekbe. Tehát, hogy hiába van valakinek nagy tudása, hogyha közben még egy másik embert sem képes értékelni. Úgy, hogy ő nem azért mondja, mert hogy nagyzoljon, ő ezeket elérte. Van egy vicc, vagy egy történet, nem is tudom, ami egyébként igazából nem is vicces, hanem inkább tanulságos. Lemegy egy angyal a pokolba, és 3 üstöt lát. Nézi az egyikbe, mindegyik üstből próbálnak ugye kimászni az emberek. Az első üstnél mondja az ördög, hogy látja, hogy katonák őrzik. Hát ezek, igen, ezt az üstöt az orosz katonák őrzik mindenféle komoly fegyverekkel, hogy ne tudjanak kimászni az emberek belőle. És a második üst, ott német katonák őrzik, de nem kell hozzájuk fegyver, elég, hogyha transzparenseket mutogatunk nekik, és nem jönnek ki az üstből. És a harmadik üst, azt nem őrzi senki. Ja, hát azok a magyarok, azokat nem kell őrizni, mert ők lehúzzák egymást. És sajnos nem vicc. Tényleg itt tartunk, hogy amikor itt van egy óriási eredményeket elért ember, és akkor van, aki otthon ül és nézi a videóját, és azt keresi benne, hogy mi a hiba. Hogy fogunk így jobbá válni, könyörgöm? Nem kéne inkább neked is azt csinálni a mestertől? Csak ha ezt az egy dolgot megtanulná mindenki, hogy próbáld már meg a jót látni a másikba, akkor talán felemelhetnénk egymást. És akkor mi, magyarok, tényleg olyan különlegesek lehetnénk, amilyenek egyébként vagyunk. Ami erről a profécia szól. Így van, így van. De nem onnan kéne elkezdenünk? És hogyha, higgyétek el, ha az emberi kapcsolatunkat kijavítjuk, megtapasztaltuk ezt is, az anyagi helyzetünk is jobb lesz. Mert ez így igaz. Most ez egy pár mondat, hogyha megengeditek még. Mikor csatlakoztam a PPA-hoz, előtte ugye kuporgattam. Volt pénzem megélni sok éhenhalni, vagyis hát megélni kevés éhenhalni, meg sok. Mindig annyi volt, amennyi éppen kellett. Na, csatlakoztam a PPA-hoz, rögtön lett 2 munkahelyem. Utána hamarosan ugye összeházasodtunk, házat vettünk, még plusz egy építkezés is bele csatlakozott, tehát úgymond 3 terület vitte az energiámat, úgyhogy közben a PPA-ba haladtunk. Csatlakoztak hozzánk az emberek, jöttek tanulni. Mert látták, hogy fejlődünk, itt kapnak segítséget, itt megvannak a módszerek. És én most nem tanulni hívok ide senkit. Gyere a módszerekért. Használható tudást a PPA-n kívül sehol nem kapsz. Lehet 3 munkahelyed, lehet 4 munkahelyed, bizonyára vannak álmaid, vannak vágyaid, vannak céljaid, mint ahogy nekem is, meg lehet őket valósítani. Vagy pedig éled azt az életet, amit a főnököd akar neked. És akkor itt is van egy vicc ehhez. Megáll a főnök egy gyönyörű szép autóval az üzem előtt. Kijönnek a melósok, nézik. Ú, főnök, az ennyi mindeni, de gyönyörű autó. Ha ide figyeljetek, ha ebben az évben mindent beleadtok, keményen dolgoztok, nem mentek táppénzre, túlóráztok, hétvégén is bejöttök, akkor karácsonyra vehetek magamnak még egyet. Ismerős, úgy látom a szemeken, hogy na, nekem volt olyan főnököm, aki 3-4 alkalommal lecserélte az autóját.
amíg nekem még mindig csak az 1002-es lepukkant lukasai ladám volt. Értitek? Igen, és plusz ez is még, hogy nem csak a tanulás, a fejlődés, hanem itt egy olyan közösségbe lehetsz, ahol felemeljük egymást. Hogy ne ennek az üstnek a példái legyünk, hanem pont az ellenkezője. Ahol felemeljük egymást, szeretettel fordulunk egymáshoz, mosolygunk, jól érezzük magunkat egymással. Sokkal jobb egy ilyen helyhez tartozni, mint a hétköznapi emberekhez, bocsánat, de akik folyton a problémákat. Itt nincs problémázás, itt szeretet van és megértés. Így van, és amikor Miklós erről beszélt a mester, hogy elmond bevásárolni, akkor most visszavezetném. 30 óra képzést nyújtunk egy hónapba. Átlagosan 30 napban egy hónapba. Visszabontva 440 forint per nap. Elmész bevásárolni, apróból többet kapsz vissza. Nem igaz, hogy nem engedheted meg magadnak azt, hogy itt módszereket kapj ahhoz, hogy tovább tudjál lépni az életedbe. De ha úgy gondolod, hogy nem, akkor purcolj meg. Ennyi. Úgyhogy én azt szeretném javasolni mindenkinek, illetve azoknak is, akik úgy gondolják, hogy ők jobbak és többet tudnak, mint a Szedlacsik Miklós, hogy akkor jöjjön ide tanulni és mutassa meg. Mutasson példát, hogy ő is képes meglátni másokba a jót, képes más embereket fölemelni, mert a világot nem a véleményed fogja megváltoztatni, hanem a példamutatásod. Elmondtuk, hogy mennyibe kerül a tandíj. Ha szeretnéd ezt nekünk bebizonyítani, várunk szeretettel. Keresd meg egy szimpatikus PPH-st, akár minket, akár bárkit, akivel eddig kommunikáltunk. Segíteni fognak? Így van, így van. Nézz szét a weboldalon, miket tanulunk, milyen dolgokat lehet itt tanulni. És a mi kezünket se engedték el, úgyhogy aki jön, mi se fogjuk elengedni az övékét. Így van. Eredményes napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a lehetőséget, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. A szünet után pedig gyereknevelés kócsképzésünk folytatódik, már negyedik hónapja tart. Na most el lehet képzelni, hogyha egy havi képzés 30 óra, és mi már a negyedik hónapban vagyunk, akkor bőven van mit tanulni erről az emberi kapcsolatról is, hogy gyereknevelés. Úgyhogy most 30 perc szünet következik, ezt mondja 35-40, akkor 8 óra 10 perckor fog kezdődni, így van. Aki új tanuló a weboldalon, ha visszajelentkezik a weboldalra, a kék ikonra kattintva tudja elérni a coachképzést. Örülünk, hogy megtiszteltetek minket részvételetekkel, és akkor most elköszönünk. Jó tanulást kívánok mindenkinek!